Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Csütörtök van, és gyönyörű hétágra süt a nap. Itt a tavasz emberek, persze most még, holnap már farkasordító szél lesz, meg viharos szél, úgyhogy az is gondoltam az, hogy gyors megcsinálom ezt a csomagmontást. Igaz, hogy most már elég közel van az indulási idő, már mi délutára, de gondoltam gyors leforgatom, és pénteken meg megszerkeztem és feltöltöm ezt a kis videót, amelyet ismét megleptek Pálék, ugye Pali és Palika Szlovákiából egy kis pakkal, amelyben nem tudjuk még konkrétan, Sasper KB-re tudom, mert megírtuk, levelezgettünk, ugye elég sokat, tudom, hogy mi van bent nagy vonalakban, és de most meg is akarom nektek mutatni, hogy mit is küldtek ismét Szlovákiából. És akkor ő a harmadik csomag, amelyet küldtek Paliék, és persze nagyon szépen köszönöm nekik ezt a támogatást. Igaz, hogy írta, hogy hát olyan gépek vannak benne ismételten, hogy más már ezeket kidobna a francba, de nálam még hát, ha valamire hasznosíthatók lesznek, és elvileg tett bele két csavart is, ha jól tudom, a Johnnyhoz, ugye, mert láttátok a Johnnyt, olyan szétkaptam a John Sered gépezetet, meg kell fúrni egyik csavart, hogy szét tudjam szedni, és elvileg tett be egy csavart. Én ugye írta, hogy mérjem le a csavart, csak hát kiment a fejemből, látható mögöttem a plac, most már ülő rendesen. Hát igen, el vagyok foglalva itt a kinti melóval. Erre a hétre különben jól van a Szabit kérnünk, mert gyönyörű, gyönyörű idő van. De igazából holnap jön a kavics, elvileg, úgyhogy semmit nem tudunk csinálni. Faanyagot néztünk itt a közeli tűzépen, letenyén. Úgyhogy talán onnét haza is tudom hozni a kocsi tetején, hát bízok benne, az 5 méteres gerendát el tudom hozni, 10x10-est rá kibírja. Hát nem egy darabot fogok elhozni, nem többet, ha meglátjuk. Hát sajnos másképp nem tudom megoldani, mert a fuvar szerintem többbe kerülne, mint maga a gerenda. A kavics is sajnos úgy, akár hisztek, akár nem, a fuvar annyiba kerül, mint maga a kavics. Ez van, de hát azt meg hogyan vödörszám, nem hordhatom haza. Na mindegy, hagyjuk a felelőt, ezt most fessegessük el, az másik videó, másik projektnek a dolga. Egyelőre maradjunk itt a csomagnál, amelyet ugye Szlovákiába kaptam. Nézzük is meg akkor, mi van bent. És íme itt a csomagocska. Természetesen a egyéb instrukciókat letakartam. Hát nem tudom, mit mutathatok meg. Talán egyit megmutatok Palék adataiból is. A Pali azt mondta, hogy ugye elvileg nem számít. Tehát látható, hogy ismét Szlovákiából Páltól érkezett a csomagocska. Nem látható volt. Többit letakartam, amennyire tudtam. Na, figyeljetek! Hát, ez egy kis terebélyes csomagocska. Azt mondta, hogy ez a írta is nekem levélbe, hogy a legdrágább, de legértéktelenebb csomagot, amit most küldött. Hát írtam is neked ilyet, hogyan mondhatod, hogy legértéktelenebb. Mindenbe érték van, emberek. Hát, ugye mindenbe érték van. Ugye nincs, hogy értéktelen. Mindent valamire hasznosított, ha valamire jó lesz a lapom. Tehát értéktelen nincs. Hát már akinek. Na nézzük meg akkor. Hát most egy konyhakés hoztam, mert a hűnballagot már nem akartam kinyitogatni. Ott van a szikém. Úgyhogy... Úgy. De hál' Isten, hogy elég rendesen be van csomagolva, bár nem sérült meg ilyen hosszú úton. És ja, azt még elfelejtettem mondani. Azt még elfelejtettem mondani, emberek, hogy ez a csomag ugye 5-én lett feladva hétfőn, nem tudom, dátum van ezzel a papíroson. Jaj, nem tudom, hogy van-e, hát én nem találok semmi dátumot, de higgyétek el, hogy 5-én lett feladva, és ugye most csütörtökön érti, de most egy nappal késett. Mert ezelőtt, ami hétfőn felett adva náluk csomag, még mondtam is, mikor a Magyar Posta szórakozott az agyammal, hogy 1-3 nap alatt idejét, és hát hétfőn feladva, és szerdán megkaptam. Hát ugye gondolom ez attól is függ, hogy Pali kint mikor adja föl, délelőtt, délután, mert ha délután adta föl, lehet, hogy adja késett most egy napocskát. De hát egye fene, ezt elnézzük, azért Szlovákiából idejét a csomag. Majdnem előbb idejét, mint Magyarországról. Na, alla natura nézzük akkor, oda nézzetek. Hú, pakker, van itt minden. Rendesen szépen bele van legózva, jöhet egy kicsit, fölviszem a kamerát, hogy véglegesen nézd a dobozt. Nézzetek oda, szépen el van rendezve, tehát nem imidzsa, hogy beleszórva. Szépen ki van hézagolva minden egyes kis négyzetcentiméter, vagy hogyan is mondjam. Na kérem, hát ugye itt van egy bridge motor, az egy fűnyírónak a teteje. Ez is végül is jó. Lesz olyan dolgokra, mikor
van egy-két ilyen fűnyírónak, nincs meg a burkolata, esetleg ezt valójában ráoperálni, aztán mindjárt kicsit dizájnosabban néz ki a fűnyíró. Akkor láncdekni. Ezt nem tudom milyen gépnek a láncdeknél lehet, de olyan kínaira hajaz, de majd meglátjuk, hogy mik van. Hát azt mondta, tett bele egy-két ilyen apróságot, például egy ilyen felső fedelet burkolatot, vagy akarom mondani, ezt se tudom melyik gépé. Lehet, hogy ez ennek a gépnek volt valamikor a láncdeknie, avagy a burkolata. Hát egy BKS 40-es típus számú valami. Ugye 1/50-es benzint ajánlanak ebbe. Látható, rá van írva. Na, oké. Okay. Egy láncdekni burkolat. Olyoly, maradjatok ott. Na, itt egy kis fűrész. Elvileg ez egy hekt. Most nem tudom nektek megmutatni, de higgyétek el, hogy egy hekt gépezett torzó, írta is Pali, hogy egy torzót küld, be van állva, látható, abszolút ennyit forog. Hát igen, itt szerintem kapott az élettől ez a gép megint. Hát figyeljetek, látjátok, valamire jó lesz alapon, meglátjuk majd. Csavarok is látjátok, szépen bele vannak tekergetve. Tank nem tudom mennyire sérült, mennyire sem. De hát a tipikus ilyen kínaira hajaz, úgyhogy, de hát meg van állva szegény, kuplung rajt van, lentkerék rajt van látható, a dugó, hát figyeljetek, a dugó még úgy, ahogy lehet, hogy még el is menne, nem tudom, mennyire csikos vagy, mennyire sem, most nem akarok nagyon sokat pofázni, ennek csak örültök, gondolom, mert délutánra tényleg kell menni dolgozni, úgyhogy gyors leforgatom ezt a videót. Henger az aztán nincs meg hozzá, de maga ez a torzó, ennyi van meg a kis hektünkből. Konkrétan milyen hekt, azt nem tudom, mert ugye nincs meg hozzá, vagy legalábbis én nem látom, hogy konkrétan mekkora, vagy milyen gépezet lehetett, mert ugye ide csak egy kis matrica van, de az nem azt jelzi. Oké, okay. Na figyeljetek, itt egy, ez szerintem még annak a mélfenéje, nem tudom, a szél mennyire fúj, mennyire sisterek bele a mélfenébe, mikrofonba. Hú, ott már volt egy kis olaj, látom, folyt egy kicsit, nem számít. De azért is ma gyors leforgatom azt a videót még meló előtt, mert holnapra már viros szeret mond erre a részre, és úgyhogy akkor szerintem semmit nem fogtok hallani, hogyha holnap. Meg hát kíváncsi voltam, hogy mégis mi a fene van ebben a tűzben. Na, figyeljetek, egy fűnyíró, fűkidobónak a felső része, ugye ez a rugós kis pálcika, sose lehessen tudni, mikor kell. Úgy, állj meg! Akkor szintén, hát ez egy berántó, szerintem ez is valami fűnyírónak a berántó része lehetett. Hát szerintem ki van berhelve egy kicsikét, nem tudom, a rugó lehet, hogy már nincs bent szerintem, vagy a franc se tudja. Majd valamikor jobban átnézzük esetleg, de ebben szerintem már rugó lehet, hogy nincs bent. Na mindegy, nem az a lényeg, egy berántó rész, felső burkolat. Na figyeljetek, itt a henger, hoppá. Ez szerintem az a kis heknek a hengere, amit az előbb mutattam nektek. Jóra nézzetek. Voltak már itt gondok, hogy elnézem, meg van szét van repedve ez a... oda nézzetek. Most ezt egy mikor repedte, ezt meg nem tudom, de hát elképzelhető, hogy itt már nagyon-nagyon fals volt a gép. De maga a henger, figyeljetek. A henger még elég tűrhető, meg lenne pucolva egy kicsit. Még azt mondom nektek, hogy ez a henger még akár még munkára fogható állapotba lehet hozni, talán. Na, ezt ide is teszem egy hely. Úgy. Hopp, egy fűkasza. Figyeljetek, ez is jó ám. Mert hát ugye, az is csak kopik. Főleg a kis kínai kaszámon, a kis piroskán. Nem is tudom milyen kasza van, lehet, hogy oda még pont jó is lenne. Azt szerintem sokkal szélesebbet nem visz, mint ez a kés. Úgyhogy oda még talán frankó is lesz. Ha az elkopik, mert az még elég jó állapotban van. Hú, bakker, van ám itt minden, oda nézzetek. Továbbiakban. Tök jó. A fűnyírónak a komplett gázkar. Nézzetek oda. Van rajta egy ilyen teknős béka, vagy mi ez. És akkor ugye itt lehet szabályozni a gyors teknős béka, avagy a nyúl pozíciót. Figyeljetek, ezt még valamire, nem tudom mire, de valamire be lehet építeni. Bovdem vége még szép, sérült. Nem sérült akarom mondani, úgyhogy még akár valamire hasznosítható lesz ez. Szépen el is teszem, nehogy megrosdás, hogy jönnek. Tehát száraz helyen tárolom, mint hűvös száraz helyen, de általában... Jajjaj, most meg még a végén összetöröm itt, mire ideért ezt itt meg összetöröm, nem töltem össze emberek, csak leesett, nem oda kéne tennem, hanem ide teszem a... Így. Oké, franko. Akkor egy tömítés, papír,
Na, egyre jobban kezd fújni a szél, remélem, hogy... oda nézzetek, egységcsomag emberek, alkatrész, bázis, ahogy szoktam mondani. Hú, ebben aztán minden van, oda nézzetek. Nem tudom, mindjárt megnézzük, jó? De egyszer kirakom innét. Na kérem, annak a kis gépnek, ez a BKS-40, hopp, igen, itt a berántója, látjátok? Maga a gépezet az nincs meg, ahogy elnézem. Itt van a levegőterelő, vagy légterelője, a berántó az, ott tökéletesen működik. Hát egy ilyen BKS, nem tudom milyen kis gépezet lehetett ez, de érdekes alakja van a berántónak is. Tehát nem egy tipikus kínai gépezet. De attól még lehet, hogy az, de most hirtelen ugye... Na itt van, gondolom ez a bőrfogantyúja, az is megvan. Szóval megvan minden annak a kis gépnek, csak a BKS-40, itt is, látjátok. Tehát ő is oda tartozik. De várjátok, akkor ez mi lehetett? Ja, fűrész mindenképp, mert a partnergép, most hirtelen ránéztem a partnergépre, hirtelen azt hittem, hogy damilos, de nem. Ez meg ugye a levegőszűrőnek a fedele. Maga minden itt van, csak a blokkunk nincs itt. De hát jó van. Na figyeljetek, akkor jött egy ilyen szebb napokat is látott partner. Berántó rész nincs rajt, de hát az még orvosolható, valamit majd kell rá szerkeszteni. Egy partner gépezet, hogy típusa az mi, azt én meg nem mondom nektek. Azt én meg nem mondom, abszolút meg nem mondom nektek, ugye a gáz bovdemből ennyi maradt, látjátok, ez le van vágva, de a cső is el van vágva, vasfűrész, vagy flex, vagy Isten tudja mivel. Nem számít, ugye ilyen száron van egy pár itthol, az nem gond, de egy kis jobb robosztus gépnek tűnik. Azt nem tudom, hogy a berántó nincs rajta, nem tudom, hogy átfordul-e, azt majd valamikor megnézzük, nem, majd külön kitérünk egy videóval, átnézzük ezt a kis masinát, mert ezt... ha meg tudnám csinálni, egy normális berántót tenni rá, vagy ha valakinek esetleg van egy, felismeri ezt a gépet, hogy mi ez? Dekó szelepes, nézzetek oda. Méghozzá fönt van egy dekó szelep, ha minden igaz ez? Vagy nem az? Lehet, hogy az, a franc se tudja. Ja, a gyertyagyújtásunk, az nem tudom, hogy van-e, mert a gyertyapipa, a gyertyakábel, az nincs rajt. Gyújtás, hol jöhetett ki? Hát ja, lehet, hogy az hiánycik. Na mindegy, majd át kell néznem. Meg hogy elnézem, a micsodából le van törve egy darabka. Ott bent látszik a fényes törés, ugye a lamellából, a hangernek a hűtőbordájából akarom mondani. A berántó, egy berántó, meg egy ilyen... Ja, meg a tank nincs rajt, hoppá, most nézem, a tank sincs rajt. Tehát majd ezt kapálunk rá majd valamit esetleg. Ezt gondolom a tanknak a kis tartó elemeletet, ne rázkódjon, ne csessze szét. Ez meg egy berántó. Fogantyú. Na, vissza is teszem ezt a dobozba. Úgy. És akkor nézzük meg. Ja, tényleg ám is vettem, hogy küldött egy csapágy lehúzót, mert látsz, hogy szenvedek dolgokkal. Ugye nekem csak az a nagy mi a fenén van. Én csak a mit csinálnak mondom, ugye Rába Steiger lehúzónak. Ez annak a kis tesója. Hát ha figyeltek, ha nem tudom alá nyomni a csapágy és egyéb, ugye láttátok a John Sered gépezettel is szenvedtem. Hát nem tudom, ezzel le tudom-e venni, de egy próbát majd meg fog érni. Tehát van most egy ilyen kisebb csapágy lehúzom is. Úgyhogy köszönöm szépen, Pali, ezt nagyon szépen köszönöm. Remélem használt tudom venni. Oké, ezt ide bele is tesszük. Ez meg egy valami. Hirtelen meg nem mondom, hogy ez hólósi való, lehet, hogy egy fűnyírónak az alkatrésze, ismételten egy tologatós fűnyírónak az alkatrésze. Talán alul valami kis burkolat, vagy valahova jó lesz. Oké? Okay. Azért vagyok ám ilyen gyors, bocsássatok meg, de tényleg sürget az időm. Hoppá, oda nézzetek, és egy partner 351-es, na ez jó, mert ebből már van egy pár, és így ugye kaptam is nemrég egyet, úgyhogy Dominiktól, no, nem Dominiktól, bocsássatok meg, most hirtelen összem a neve, bocsánat, ne haragudjon meg az illető, nem összem a neve. Úgyhogy hát egy szeretvedett karburátor, ami már szét van berhelve, de hát ugye, hogyha lehet hozzá venni ilyen készletet, akkor, hát egy, nem tudom, kínai, nem az a másabb egy kicsikét, a francia tudja, majd megnézzük, hogy mi, milyen típusú karburátor, itt valahol vissza is van, mely cikk számít, majd megmutatom nektek így, nem tudom, mennyire látszik ott, vagy francia tudja, mindegy, egy fegyelmítő készletet venne az ember, aztán meg van itt, ha egy-két ilyen roncs karburátorom, azokkor ki lehet esetleg javtekolni, egy kiegészíteni. És ahogy elnézem, színéből ítélve egy pólán
Pólan gépezeten van rajt maga a berántó rész. Azt nem tudom nektek, most meg akarom mutatni, hogy esetleg tényleg valahova ki van-e írva. Hát végülis Amerika van ráírva, Made in USA. Hogy most ez mi? De szerintem egy Pólan, olyan, mint egy Pólan kis gépezet. Na majd mindegy, erre majd visszatérünk. Az a lényeg, hogy kaptam egy ilyet is. Igaz, hogy látjátok, hogy ez tényleg egy roncs. Nálam a roncsgépek azok ilyenek. Tehát nem egy olyan gép, ami egybe van, hanem a roncsgép az roncsgép. Az olyan, hogy szinte darabokban van, tehát ez a roncsgép. Na figyeljetek, ebből még talán, vagy ha nem is ezt, esetleg felhasználom valamire, jó lesz. Pál, nagyon szépen, Pál is Palika. Nagyon szépen köszönöm ezt a pakot, természetesen más már nincs benne, vissza is teszem. Nem tudom, visszatudom majd pakolni, ahogyan voltak a dolgok, megpróbálom azért visszarakni. De még ezt a zacseknak a zacsek tartalmát még megnézzük azért, mert a hengert ide beletesszük. A fűrész az valahogy így volt, ha jól tudom, így, oké. Aztán így nagy vonalban visszarakom, mert tényleg mennem kell melózni, úgyhogy ezt a videót már csak pénteken tudom feltölteni, pénteken fogjátok látni. Remélem nem probléma. De én már ma, az a csütörtökön láthattam, hogy miket kaptam ismételten ajándékba. Ugye persze, tényleg, Pál is írta, hogy sokan ezeket már kidobnák a francba, mert hát ugye mit évők legyenek vele. Én meg azért valamit, főleg a 351-es kisgép, az a kis hert, masira, meg hát ezek a fűnyíró alkatrészek, hogy ezekhez tudok-e gépet szerezni, hát a BKS 40-es, ugye, azt nem tudom, de mindegy, nem is az a lényeg, hanem ragadjon a bélyeg, ugye. No, én visszaraktam, igaz, már nem tudtam visszarakni, mint Pál, hát úgy szépen belelogózta őt. Na mindegy, megnézzük ezt a zacsekot is kicsit, jó, hogy mik vannak bent, ja, itt vannak ilyen kis csavarkák, külön szortírozva, látjátok. Akkor van még, azt a kis zacsekben van az a két hosszú csavar, aha, itt van. Hát, ja, négy csavar küldött, olyan hosszú, csak lehet, hát nem tudom, meglátjuk, olyan érdekesek, de mintha lehet, hogy a micsodája hosszabb lett volna, a Johnny. Jó lenne, ha jó lenne, mert akkor van itt négy plusz csavarom, de én úgy nézem így ránézésre, mintha azok hosszabbak lettek volna, de lehet, hogy csak ilyen érzéki csalódás. Már rég volt a kezemben az a csavar, úgyhogy meg nem mondom, hogy jó vagy nem jó. Na, itt a kis Pólannak, vagy mit tudom én, a 351-esnek a kipufogója. Tuti, hogy az övé egy csésze. Horgattyús ház, hogy ez melyik géphez való, nem tudom. Nem is az a lényeg. Két kis ilyen légszörő. Látjátok. Meg egyéb ilyen kis nyalánkságok, levegőszörűnek a ház eleje, vagy fedele, vagy isten, nem is fedele, hanem inkább tartó része. Ja, lehet, hogy aha, ilyen speciális, ezekhez tartozó légszörű, aha, ez az, látjátok, ez ilyen, ezt lehet, hogy kínai gépre is rá lehet építeni, látjátok, ilyen, nem tudom, minek mondják, HD, vagy isten, tudom, mi a franc lesz a neve, de ugye ezt rá van csavarva, és akkor megvan a szűrés, és lehet, hogy kínaira ezt föl is lehet rakni, nem tudom. És itt a másik része, itt is van egy, meg itt is van egy ugyanilyen rész, amire föl lehet tenni. Ó, köszönöm, ez nagyon jó dolog, ilyen, lehet ilyen supni tuning módszereket csinálni. Na még majdnem ez a csavar, nézd, a kínai kipufogó csavar, hasonló, azt hiszem az nem tisztos, majdnem jó a micsodába, Johnnyba, hoppácska. Nem lesz jó a kínai csavar, mert a csavar, aki tudja, a kínai kipufogó csavarok milyenek, az ugye belakasztós, a blokkba kell belakasztani, egy csárt ilyen lapos fejű vége van, úgyhogy az nem csavarszár, úgyhogy az felejtős. Hoppácska, most, hogy látom, ez is elég jó hosszú. Igaz, hogy nem tolsz, hanem imbusz, de figyeljetek, ha azzal meg lehetne oldani, most, hogy láttam ezt a csavart, elgondolkodok a témán. Van meg kuklunk, közepben hiányzik, az nem tudom, hogy már egyre jobban fúj a szél emberek. Miután mutattam a kuklunk harang. Ez is elég szép állapotban, úgyhogy még használható. Meg egyéb nyalánkságok nagy vonalakban. Köszönöm szépen. Oké. Vele is tesszük, aztán ennyi lett volna ez a kis csomagbontás. Hát látjátok már, én sajnos úgy nem tudtam visszapakolni, mint Pali. De
Az ügyesen belelegúzta. Hát igen, én már ezt nem tudtam, mert gyors voltam. Gyors akartam lenni, akarom mondani. No kérem, még a kamera is, vagy a aksim is kibírta, pedig félig van csak. Igen, önmagukba lemerülnek ezek az aksik, majd nézek bele esetleg valamikor, ha nagyon ráérek. Na, köszönöm szépen Pál és Palika ismét a csomagocskát, és nagyon örülök neki, úgyhogy lesznek ebből még érdekes dolgok, főleg az a partnerfűkasza érdekel. Tankom lehet, hogy lesz itthon, más nem egy kínait meg kell próbálni rá eszkabálni. Meg lehet szerintem oldani valami felfogatlan, más nem gyors kötözével ráteszem, aztán készbrősebben, vagy hilti szalaggal, aztán szavasz. Különösebben nem a külcsin számít, hanem a belbecs, ugye egyértem, hogyha persze bedurran a gépezet. A gyújtást meg kell néznem még rajt, ugye egy-két azt hiánycik van rajt, láthattátok. Hát ezeket a gépeket, vagy roncsokat, idézőjelben roncsokat, ezek tényleg roncsok. Úgyhogy ezeket föléleszteni, ezeket, ez igazi kihívás. Bár ugye most tényleg el vagyok foglalva kinti melókkal, mint láthattátok, most elég jó eltűntek a fűrészes videók, vagyis a bütykölgetős videók. Hát ennek ez az oka sajnos, hogy itt kint. Különben még láthat, nem tudom mennyi látszik, de nézzétek oda a kijárat, már tükör tiszta. Utólag még le lett gajazva egy-két fa, le lett vágva egy-két ág, úgyhogy már kocsi bejáró az frankó meg van csinálva. Úgyhogy mondottam, holnap pénteken érkezik a kavics. Hát hogyha 3 köbmétert rendeltünk, aztán annyit tud elhozni a maszek és a fuvaros. Azt nem én mondottam, ugyanannyiba kerül emberek a fuvar, mint a kavics sajnos. Ezt be kell nyelni, nincs mese. Kapuval is kell még majd csinálnom ott elől, mert az is szétesik. Úgyhogy ez az év, anyagilag is, ja, anyagilag zselégül megeszek szorítva, meg hát a meló ügyileg is, meg az időmet minél jobban be tudjam osztani, meg hát ha ilyen idők lennének, de a jövő hétre már mondja az esőt, úgyhogy nem tudom, meg a hidegek, még addig betonozni úgyse tudunk, mert a lábaknak helyét betonozni akarjuk, de ez majd egy másik história lesz, bocs. Na, akkor íme láthattátok, mit kaptam ismét, és majdnem ismét előbb ideért, csak vagy valahogy kicsit megakadt, de majdnem előbb ideért, mint a Magyar Posta által szállított csomag. Ez van, emberek. Jó, Pál és Palika, nagyon szépen köszönöm ismét a csomagot. Mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!